foglak téged keresni, hogy megejtsük ezt a beszélgetést, ifjúsági bűnözés, meg ilyen problémák, aztán egy pacal vacsora és egy ulti parti. Sanyi bácsi, Vértesi Sanyi bácsi. Viszont hallásra, V-hallás. Vasárnap délután az Anno Budapestben újévi fogadalmak lesznek. Én például eldöntöttem, hogy leszok a dohányzásról, lefogyok az alkoholról, nem iszok kábítószert, kevesebbet fogok eszetlenkedni, többet fogok futni, átúszom a Balatont, nem fogom szívatni a kollégáimat, kedves leszek a családommal, és nem hazudok a főnökeimnek. Ez például egy tök jó ünnepi fogadalom, mert erről szól vasárnap délután az Anno Budapest. Nyilván önöknek is volt az elmúlt 10-20-30 évben egy-két olyan fogadalmuk, amit aztán vagy betartottak, vagy nem, de ha van kedvük, akkor meséljék el, hogy mit, miért és hogyan sikerült, és mit, miért, hogyan nem sikerült betartaniuk az új fogadalmak közül. Legyen most kevesebb a kérdés, és több az elfogadás. Kevesebb a kételj, és több a bizalom. Vasárnap délután 2-től Anno Budapest újévi fogadalmak. Ehhez kívánok mindannyiuknak erőt, még türelmet, testi-lelki gyógyulást és egészséget az új esztendőre. Fogadják meg a jó tanácsomat, hallgassanak, telefonáljanak.